És akkor a Tibi Csoki Tibiből van! Az baj, ha csak azért akarsz egy barátnőt, hogy legyen ki vasalja a haját, most gondolom már annak a barátnőnek. Hello, 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 hello. Srácok, sziasztok és üdvözöllek titeket a következő hashtag gyakori, legviccesebb gyakori kérdések videó interneten. Csatos sikerkő csatornán, ahol napi királyságos vidók! Mi van az is nem tesz, hogy 80-an akkor kocsin a helyzetet? Mert ha nem, akkor kitöllöm a Facebookodat! Kitöllöm. Letöröllek a Facebookról, kitítalak a internetről. Na szóval, nagyon-nagyon régen volt már ilyen videó, de tényleg, rettenetes mértékben régen. Ugye a GIK gyakori kérdések oldalt szerintem mindannyian ismerjük, van, aki sokat használja, van, aki sokat olvassa, és van, aki sokat nevet rajta. Én a harmadik csoportba tartozom. Harmadik csoportban tartozom, akik szeretnek nevetni a viccesen feltett, néha már direkt poénkodós cuccokon. Úgyhogy váltsunk is át a böngészünkre, a bingi-böngi-böngészünkre, ne felejtjétek, amíg nem követtek Instagramon, kukacenasigergo, kövessetek be! Királyságos posztok és sztorik minden egyes nap, mint például porszívózok éppen. Szóval, első kérdés, first kérdés. Unatkozom alvás közben. Unatkozom alvás közben, hogy kell rémálmodni? Ovó! Ovó! Na most, 2014. december 1-én unatkozni alvás közben, az nagyon nagy probléma. De hogy kell rémálmodni? Egyszerű! Horror játékokkal kell játszani! De én nem javaslom. Keresd kérdéseket hasonló témában, Swag YOLO. Akkor valószínűleg ez valami poén. Swag YOLO? Mi az a téma, hogy Swag YOLO? 12 éves lány? Várj, az hol írja? Ezt csak itt írták. 12 lány. Nem is írta, hogy 12 lány! Na! Hogyan tudom kitakarítani a kávéfőzőből a A Nutellát? Gondoltam, kipróbálom, milyen íze van lefőzve. A Nutellának. Jó. És milyen? Legalább azt leírtad valahova, hogy milyen? Mert én segítek kitakarítani, egyszerű szétszered, aztán addig mosod, amíg ki nem jön, de milyen íze volt? Ha? Jajajaj, itt a felettem lévő komment, azt mondja, én csak reménykedem, hogy tényleg Nutella van benne, és nem a szinoníma képpen használja ugye a kakira. Csak nem főzte le valaki a kakit, de amúgy, most csak hogy kötekedjek, annyit csinál, hogy meleg vízet átnyomja a Nutellán, semmi nem fog vele történni, amúgy lehet venni kakaós kávékat, ha már ennyire a kakaó, makaó kakaóra menjünk rá. Facebookon hogy tudok ráírni valakire? Hiába próbáltam a képernyőre írni filctollal, senki nem írt vissza. Hát hogy lehet ez? Hogy? Hogyan lehet ez, hogy ráírok a képernyőre, azt nem ír vissza senki? Ez amúgy szerintem átverés. Tehát azért azt is nézzük, hogy valószínűleg ez csak poénkodik, mert valaki nem lehet ennyire. Ugye? Azt írják, hogy biztos valami öreg asszony. Hát de... Azért na, úgy látszik 2014-ben elég érdekes dolgok történtek, mint itt látjuk. De amúgy egy dedikáláson a Playten ültünk ugye videósok a dedikáló zónába, és nem akarom nevén hívni az egyik videós mellettem. Ugye, amikor egy nap már sok száz vagy akár ezer aláírást is kiosztasz, már úgy van, hogy ugye beszélgetek, hogy szia, mit írhatok neked alá, odaad valamit, és te már automatikusan aláírod, addig esetleg beszélgetek vele. És már annyira bele voltunk ebben miért, hogy a mellettem ülő úr, hát kapott egy telefont a kezéből, hogy csinálják egy közös fotót, de ő aláírta. Gondoljátok el. És úgy kiderült, az apukája a telefonja volt, amit a srácnak az apukájáé volt. És hála az égnek, volt rajta üvegfólia. De gondoljátok el, Filsztola fogt, és így aláírta a telefonképét, azt mondja, várjál már ez a telefonot! Úgyhogy aláírta a telefonnak, hála az égnek a screen protektorját, meg gondolom le lehet mosni az alkoholos filcet is. De azért para volt, azért azt tegyük hozzá, egy para volt. Miért van az, hogy minden osztálytársamnak lehet iPhone-ja, csak nekem nem? 16 lány. Olyan kegyetlen az élet. Másnak is vannak ilyen szigorú szülei? What? What? Először is. Miért fontos neked, hogy iPhone-t kapjál? Másodszor is. Ez a világ legnagyobb problémája? Könyörgöm. Tehát, hogy ez engem igazából meg tud ölni, mert én azt hittem, hogy ez paródia, és az emberek... Tehát, hogy én nem tudom felfogni ezt, hogy ez tényleg létezik, de sajnos létezik. Tehát sajnos gyerekek csak azért, mert esetlegesen influencerek az emberek arcába nyomják, mint például a Mit kaptam karácsonyra a videókban, hogy
Hát csak akkor vagy jó, hogyha Gucci meg Louis Vuittont hordasz, meg iPhone-od van, meg ilyenek. Kit érdekel, hogy kinek milyen telefonja van? Örülj neki, hogy egyáltalán lehet telefonod. Örülj neki, hogy egyáltalán vannak szüleid. Örülj neki, hogy egészséges vagy. Örülj neki, hogy vagy! Bocs. Nem, de komolyan. De hogy tök jó motiváció, mert 18 éves leszel, tudsz vállalni diákmunkát, össze tudod gyűjteni a pénzt, és tudsz venni magadnak egy iPhone. Hidd el, sokkal jobban fogsz neki örülni, hogyha magadnak megvásárolod, mint ha esetleg a szüleidtől kinyavajgod. Vagy beszéld meg a szüleiddel, tételezzük fel, hogy azt mondod neki, hogy egy évig csak ötöst hozol és jól tanulsz. Ha 16 éves vagy, már felsős vagy, remélem. Jól számolok. Szóval, ja, értitek, egyáltalán nem fontos, hogy valakinek iPhone-ja legyen, tökéletesen megelég, tökéletesen elég egy telefon-telefon, vagy egy teljesen más telefon-telefon. Az alpesi tejcsokoládéban a tej valóban alpesből van, vagy csak a neve az? Nem. Csak és kizárólag alpesből van. Azt például tudtátok, hogy a reklámokban, amikor a csokit öntik, azt a gyönyörű csokoládét öntik, akkor ez igazából fáradt olaj. Tudtad? Tények Jánosi Gergőtől itt, a Jánosi Gergő Facebook, nem, Jánosi Gergő YouTube-on, ahol napi királyságos videók minden egyes nap 18 óra 00-kor. Szóval, ja, nem Alpestből van. Ez itt felettem. És akkor a Tibi Csoki Tibiből van. Úristen, tényleg a Tibi Csoki most akkor Tibiből van? Tibi? Következő. Mit mondjak a szüleimnek, ha hajléktalan akarok lenni? 18 fiú. A gyenge személyiségem és a nagyon alacsony intelligenciám miatt én életképtelennek számítok, nem tudok elvégezni egy iskolát sem, munkahelyem sem tudom elképzelni magam. Mi van? Ezért inkább hajléktalan szeretnék lenni, ahol békén hagy engem mindenki. Persze ugyanúgy beszélnék a szüleimmel, csak másik városba mennék, de tőlük nem fogadnék el semmit. Mi van? Tehát először is, kezdjük ott, hogyha ilyen szépen meg tudtad fogalmazni, már azt hagyjuk, hogy az intelligenciád alacsony, de tehát már normálisan tud fogalmazni az illető. Innentől kezdve, meg alapból mi az, hogy életképtelen? Ez egyáltalán nem vicces, ez az egész poszt. A hajléktalanság nagyon-nagyon komoly, óriási probléma, és nekünk segíteni kéne a hajléktalanokon, hogy ne legyenek hajléktalanok. Nem az, hogy hajléktalanná akarjunk válni. Itt amúgy egy picike furcsaság bejön a fejbe, hogyha ezt ő tényleg igazából mondta, akkor itt tényleg van gond. Mert hajléktalanak lenni nagyon-nagyon rossz, és nekünk inkább segíteni kéne, ha olyan szerencsés helyzetben van, hogy... van ház a feje felett, van családja, akkor inkább segítene a hajléktalanokon, nem pedig azzá akarna válni. Kegyetlen. Következő. Baj, ha azért akarok barátnőt, hogy legyen ki vasalja a haja. De várjál, fiú vagy lány. Hosszú hajam van, és anyukám már kezdi udni, hogy neki kell állandóan, gondolom, vasalni. Sajnos én nem tudom magamnak, ezért gondoltam egy lányra. Akkor ő valószínűleg fiú. Mi van? Tehát, hogy hát tanuld meg magadnak kivasalni, nem egyszerű? Meg az baj, ha csak azért akarsz egy barátnőt, hogy legyen ki vasalja a haját, most gondolom már annak a barátnőnek. Szia, leszel a barátnőm? Persze, nagyon jó. Akkor közös programjaink lesznek, a hajamat fogod vasalni reggeltől estig. Megvannak benne az emberek. Megvannak. December 1, látod? Ez egy ilyen időszak. Ez egy ilyen időszak. Következő. Milyen közös képet csináljak a barátommal? 15 lány, 16 fiú. Jó ötletek. Keresés hasonló témákban. Szerelem, kép, fotó, szeretet, vonzódás, fiú. Hát csinálj egy képet. Álltok a tükörbe, csinálj egy selfit, elmentek valahova. Hát ezt miért kell megkérdezni? Milyen közös képet csináljak? Hát... amit jónak érzel, vagy várjál, mondok egy valamit, üljetek le. Idehozom a székre. Mondok nektek valamit. Ugye. Vagy... ne csináljatok közös képet. Ez le kellett ülnöm, mert akkora nagy okosságot mondtam. Tippet, trükköt mondtam. Ne csináljatok közös képet. Probléma megoldva. Cicámról csináltam pár képet, Csacsiról! Feltettem a Pinterestre, ez Magyarországon annyira nem használt, ha jól tudom. Senki sem lájkolta, pedig már 2 hete fent van. Mi lehet a háttérben? Annyira aranyos egyébként, fehér és vörös, rövidszerű, nagyfülű, 3 hónapos, nagy, színes fülei vannak.
kérdező, Pinteresten egyáltalán lehet lájkolni? Régebben amúgy lehetett, ha jól emlékszem, de ez nem régebben volt, ez ma. Hát akkor lehet az a baj, hogy Pinteresten nem lehet lájkolni. Ez problémát okozhat. Amúgy pedig miért kell, hogy valaki lájkolja a cicádat? Cica, háttér. Ezek a hasonló témák. Háttér. Szóval miért kell, hogy valaki lájkolja a cicádat? Lájkold te! Simogasd meg te! Ölelgesd meg te! Játsszál vele te! Kit érdekel, hogy ki lájkolja meg kit nem? Az Instagram pont ezért vezette be azt, hogy nem fog látszódni a like szám. Mert nem azért, hogy hányan lájkolták, hanem hogy te mennyire érezted jól magad a fotó készítése közben, vagy neked mennyire tetszik az a kép. Na jó van, srácok! Ma is olvastunk pár érdekes kérdést. Nem is tudom nekem melyik volt a kedvencem, megmondom őszintén. Pont ez a kávéfőzős, ez nagyon jó. Ez csak fejlegesített szimplán, ez nagyon jó volt. Főleg a visszakérdés a Tibi csokival. Na nektek melyik volt a kedvencetek, vagy tudtok-e még valami jót? Úgyhogy ne felejtjétek el, kukacsonosigergon, nem követtek Instán, meg ti vagytok a legjobbak, ha feliratkoztok. Nem, amúgy is ti vagytok a legjobbak, de azért iratkozzál fel. Napi királyságos videók minden egyes nap, 18:00, úgyhogy gyorsan iratkozz fel, mert letörlölek a Facebookról. Ha nem vagy fent, akkor beregisztrálok a Facebookra, és utána letöröllek. Esküv. Köszönjük, hogy itt voltatok, ti vagytok a legjobbak, találkozunk holnap! Meg minden egyes nap! Sziasztok!